Szevasztok, ez itt a Game Day iroda és a Huawei Nexus 6P. És egyben egy videó arról, hogy miért ne legyünk előítéletesek. Huawei Nexus 6P. Kínai gyártó? Irgalmatlan minőségi teló? Gyári Android? Szerelmem. És itt egy másik Huawei teló. Életem első okos telefonja. Értitek? Ez okos telefon. Ne! Ami beleégett az agyamban ezzel a telóval kapcsolatban az az, hogy amit a Huawei gyárt, alsó közepes és nagyon műanyag. Aztán jött 2016, amikor is bebizonyosodott számomra, hogy a Huawei gyártja a legjobb androidos telefont, amihez nekem valaha közöm volt. Érzitek a különbséget, nem? Ez egy olyan telefon, ami 2015 évvégén jelent meg, és 2017 elején még mindig simán állja a sarat. Hogy miért? Hát azért, mert egy oktakor... Wow, techpornó zene. Oktakor Snapdragon 810-es proci van benne, egy Adreno 430-as GPU-val megtámogatva. Hatalmas 5,7 colos Quad HD AMOLED kijelző. És talán nem kell bizonygatnom, hogy a képernyő mérete miatt ez nem egy egykezes telefon. De Siriusnak egykezes. 3 giga RAM-ot raktak a telóba, ami miatt én folyamatosan úgy érzem, hogy ez a telefon soha nem fog lelassulni. És a stock Androidnál jobb, szebb, aranyosabb operációs rendszer számomra nincs. Next Bayern Munich match. Bayern Munich are playing Werder Bremen on Saturday at 3:30 PM. Okay, Google. Will it rain today? No, rain is not expected today in Budapest. The forecast is -1 degrees and partly cloudy. Okay, Google. When will be the next E3? According to E3Expo.com, Electronic Entertainment Expo, June 13-15, 2017. Hátul 12 megapixeles kamera dual flash-sel, elől 8 megapixeles kamera flash nélkül. A kamera normál használat közben meglepően gyors. De ha elcsalod egy kicsit a valóságot és bekapcsolod a HDR Plus-t, akkor azért érződik, hogy kell azokat a képeket számolni. Ettől függetlenül én mindig HDR Plus-ban fotóztam, mert szebb lesz a végeredmény. Alacsony fényben, például egy buliban vagy éjszaka kint az utcán jobb képeket készít. Kecses, vékony és pontosan kézbe passzoló full fémház, ami azért úgy gyűjti az új lenyomatokat, mintha nem lenne holnap. Hátul ez a kis kör egy új lenyomatolvasó, amit a mutató újathoz találtak ki. Egy ekkora házba belefért egy 3450 mAh-órás aksi, ami az én átlag user felhasználásomnak pont elég egy napra. De ez a pont elég, ez nem azt jelenti, hogy így a nap végére jaj, töltsük fel a telefon, hanem úgy pont elég, hogy hazaérek, és ilyen 20%-on van. Ebbe az átlag felhasználásba beletartozik a folyamatos zenehallgatás, zene streamelés, YouTube videó nézegetés, e-mailezés megállás nélkül, rengeteg telefonálás, meg egy rakat SMS. Meg Google Maps, meg buszmenetrend, meg fényképezés, meg Insta. Ha már aksi, akkor nagyon fontos tudni, hogy van fast charging. Ugye a hókuszpókus szerint 15 perc töltés után használhatod a telót 7-8 órán keresztül még. Nekem az sokkal fontosabb, hogy tapasztalataim szerint kevesebb, mint egy óra hossza alatt fullra tölti. Egy valamit nem szoktam rajta, játszani. Na jó, ez így ebben a formában nem igaz, rátettem a Hearthstone-t, csak hogy mindig velem legyen. És azt vettem észre, hogy az androidos telóknak ez a gyengéje, a játék. Hearthstone-ozáskor, mint egyébként minden eddigi másik androidos telóm is, elkezd egy kicsit melegedni. És bizony az aksi használaton is látszik, hogy játszottam. De a hatalmas fémház jól elvezeti azt a hőt, ami az intenzív használatkor keletkezik. Nehéz-e ez a telefon? 178 gram, szóval hogyha a műanyag telefonokkal versenyzik, akkor azoknál nehezebbnek tűnik, egyébként meg tök gyorsan megszokható. Nekem most már inkább a műanyag telefonok tűnnek kvázi játéktelefonnak és túl könnyűnek, ez a normál telefonsúly. A telón sztereó hangszórók vannak, amik olyan jól szólnak, hogy konkrétan átszoktam a tablet használatról erre a telefonra, és ezen néztem itthon Twitch-et, YouTube-ot és hallgattam a mixeimet. És hát az Android 7.1.1, ami azonnal kijött a telóra, valami álom. Van benne párhuzamos app használat, ami azt jelenti, hogy kétfelé oszthatod a képernyőt, és egyszerre két programot látsz.
Ez akkor lehet hasznos, például, hogyha írsz egy SMS-t, és bizonyos információkat át kell pöttyögni az SMS-be, és másolgatva hosszabb lenne, mint csak így ránézel, görgetsz párat, igen, 34-34, a következő mennyi? 67-67, és szépen beírogatod. Illetve lehet e-mail írás közben zenét hallgatni, mert hogy a YouTube működik. Telónak egyetlen egy olyan tulajdonsága van, ami nekem ez a kategória, ez pedig a USB Type-C. 2015-ben jelent meg a telefon, rátették, hogy micsoda innováció. Hát szerintem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy ezen a telón kívül semmivel nem találkoztam, ami Type-C USB-t használt volna. Dióhéjban ennyi a Huawei Nexus 6P. Rettenetesen pozitív csalódás, hogy honnan, hova jutott el a Huawei. Mindig próbálok nem előítéletes lenni, és szerencsére vannak olyan pozitív példák, amik bebizonyítják, hogy igenis erre törekedni kell. Nem tudom, hogy a kollégák közül van-e valakinek Huawei telefonja, és ha igen, az milyen? Írjátok le kommentben, hogy mik a tapasztalataitok, kíváncsi vagyok. És ha valaki azt kérdezi, hogy 2017 elején ajánlanám-e még ezt a 2015 évvégi telefont, mindenképpen. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!